Bagett Iszkander kecskeméti fotóművész Szófiai kiállításának megnyitójára sokan voltak kíváncsiak a Központi Katonai Klubban. A megnyitón a művész mellett dr. Bocskov Jordán, a kecskeméti bolgár települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Magyar Bolgár Gazdasági Kamara elnökségi tagja is megkapta a Bulgáriában polgári személynek adható legmagasabb miniszteri kitüntetést. Őket köszöntjük most itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Hát mindenek előtt szépen gratulálok Önöknek! Köszönjük szépen! Köszönjük. Először meg kellene az beszélnünk, hogy mi kell egy ilyen magasrangú kitüntetés elnyeréséhez. Tehát mit kellett letenni az asztalra? Dolgozni kell. Mondjuk jelen esetben 3 éven át. Ugyanis az történt, hogy 2015-ben, amikor Harkányban, mint minden esztendőben, a drávai ütközetre megemlékeztünk, és koszorút helyeztünk el az elhunyt bolgár katonák sírjánál. Ez a 70. évfordulója volt a drávai ütközetnek. Akkor merült fel Iszkander barátommal közösen a gondolat, hogy az ott jelenlevő veteránokat meg kellene örökíteni, akik jellemzően minden esztendőben vállalva hajlott koruk dacára a hosszú autóbuszos utazást, eljöttek Magyarországra. Megláttuk azokat a tekinteteket, érzelemdús találkozásokat, és innen indult az ötlet. Van hasonló jellegű kitüntetésük Önöknek egyébként? Most azért is kérdezem, mert hogy milyen érzés volt hát egy ilyen miniszteri kitüntetést átvenni? Pláne az, hogy bolgár miniszter. Hát én visszamenőleg megyek egy kicsit hátrébb. Igazából, hogy 2014-től vagyok kapcsolatban a Jordánnal és a Bulgáriával. Tehát én Bulgáriában minden nagyobb városban eddig volt kiállításom, vándorkiállítás, mert hiszen Algériában az első kiállítás 2014-ben, amikor a Balassi Intézet és a Magyar Nagykövetség segítségével kértek egy Magyarországról egy anyagot, és eljuttattuk oda, és elmentünk közösen, és az nagy sikere volt. Tehát onnan van eleve az ismerettség is? Vagy már hamarabb is ismerték De hát önmást. Tulajdonképpen ott indult részemről. Igen. A Jordán, ez korábban. És akkor, hát, mivel ez nagyon nagy kiállítás volt, és tetszett, szintén vándor kiállítás, akkor született egy másik ötlet, hogy a magyar jelenlét Bulgáriában elmúlt több száz évvel korábban. És szintén mentünk több ezer kilométer Bulgáriába, és ez az anyagot megcsináltuk, ahol a Kossuth háztól a Nagy László emlékház, tehát mindenhova, ahol jártak valaha valamikor az elmúlt több száz évvel ezelőtt magyarok, mi jártunk oda, és nagy anyagot csináltunk, és óriási kiállításunk volt ott. És ezt gondolom, hogy ez időutazásnak is vehető, hát, ugye? Igen, és ott a barátommal, a Jordival, ő nagyon érzékeny ember, és nagyon szereti a hazáját, tehát Magyarországot és a Bulgáriát, érezve a cselekedeteitől, és mondta, súgta, hogy van egy téma, ő nagyon szeretne, hogyha én meg tudom csinálni, mert én emberábrázolásban almondás alapját profi, és ez a téma nagyon érzéken. És akkor milyen téma? Azt mondja, a veteránok. Hát veteránok, hogy most én nem vagyok történész, melyik veterán, hova tartoznak? És a végén én azon gondolkodtam, engem az érdekel, hogy aki védi a hazáját, mindegy, hogy melyik oldalon van, az csak rendes ember. És kezdtünk ezen dolgozni, sokat utaztunk együtt, csak ide-oda. És a végén, amikor összeállt az anyag, kiderült, hogy van egy másik veterán, egy cári veterán, meg egy másik veterán. És akkor oda mentünk, és fényképeztünk a többi, hogy ne legyen harag. És a végén így komplexum lett a kiállítás, az volt
a plakátja, és így mindenki vállalta, és a Jurdinek nagyon sok helyi ismerete van ott, meg sok embert ismer, és nem akárkik, és tulajdonképpen most mondanám, hogy ha nem lett volna ilyen nagy segítség, akkor én nem tudtam, nyelvet nem beszélek, helyi ismeretem nincsen, és így... De volt egy nagyon jó idegenvezető ezáltal. Köszönhető. Hát innen született a dolog. Na most mekkora előkészületre volt szükség, hogy megtervezzék ezt a bizonyos bolgáriai körutat? Nem tudom, hány helyen jártak? Sok helyen jártak egyébként? Hát, tehát hozzávetőlegesen? Rengeteg kilométer, valóban több ezer kilométert utaztunk, és rengeteg helyszínen jártunk. Először azokat a veteránokat kutattuk fel, akik a magyar területen harcoltak annak idején, majd egy kicsit megengedőbbek voltunk, és másokat is lencse végre kapott a művész úr. Talán 10-15-20 helyszínen is voltunk. Idős emberekről van szó, akik már nem szívesen mozdulnak ki, tehát nem tudtunk ilyen csoportos, vagy ritkán tudtunk csoportos fotózásokat, ha szabad ezt mondani, megszervezni, így inkább otthonukban látogattuk meg őket. De most a látogatás során, miközben hát működött a gép, ugye a fényképezőgép, közben volt-e olyan szívszorítós történet, ami elhangzott? Beszéltek-e ezekről az időkről, vagy inkább tartózkodtak ettől? Mert hát azért szomorúsággal tölti el az embert, az, hogy az embert életét kockáztatja, nem csak a hazájáért, másokért is, és egyszer csak vége tud lenni. És hogy kiket, bajtársakat veszítettek el. Jellemzően erről nem beszéltek. Tehát nem nagyon nyíltak meg akkor ezek nem, szerint. Nem, erről nem beszéltek. Meséltek egy-egy harcról, egy-egy ütközetről, élményeikről, például arról, hogy a magyar lakosság nagyon szerette őket, mert máshogy viselkedtek, mint egyéb országbeli katonák, de mindennél többet elárul az, hogy amikor Iskander fotózta őket, akkor megszorította az illető veterán a kezét, vagy éppen az én kezemet, és elérzékenyült. De például egy másik jellemző, hogy nem a múltban élnek, nem is a jelenbe, inkább a jövőbe koruk ellenére. Például ez a veterán, a Boris, ő Plovdivban lakik, és azt mondja, hogy hát ez a múltam, mondja ő, a harcokra, illetve a mutatott néhány fegyvert, vagy ruházatát, katonai öltözéket. A jelenem az, hogy főszerkesztő vagyok egy 3 havonta megjelenő labba, a jövőmet meg megnézhetik a kertemben, jöjjenek el. Tehát kertészkedik. Tehát az optimizmus és jövőépítés hajtja még mindig ezeket az embereket. Na most ez egy nagyszerű és nagy kaliberű vállalkozás volt. A financiális hátteret hogyan lehetett megteremteni? Tehát az utazás anyagi hátterét és ennek a szép albumnak a kivitelezését és egyáltalán a kiállításnak a tető aláhozatalát hogyan lehetett megszervezni? Kiknek a segítségével? Természetesen, és köszönettel tartozunk mindazoknak, akiket felsorolok. Mint minden projektünket Kecskemét megyei jogú város önkormányzata is támogatta. Ezen túlmenően saját költségvetésünkből, mármint a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből, szerénytelenül mondom én, mint magánszemély is jelentősen hozzájárultam ehhez. Majd amikor egy bizonyos fokot elért a munkánk, illetve megfelelő mennyiségű anyagot gyűjtöttünk össze, akkor Bulgáriában is szétnéztünk.
és a bolgár miniszterelnök helyettes úr vállalta a projektnek a védnökségét, és maga a bolgár védelmi minisztérium is hozzájárult, illetve több bolgár cég is hozzájárult anyagilag is ehhez a projekthez, ami nem egy olcsó projekt, három részből áll. Alapvetően Iskander művészetére épülve egy fotókiállítás, mint ahogy az imént bemutattuk, egy albumot is kiadtunk. Ezeket az albumokat úgy Magyarországon, mint Bulgáriában, könyvtárakba szeretnénk eljuttatni. Továbbá Iskander fotói alapján a Bolgár Művészeti Akadémia digitális tanszékének vezetője, Surelov professzor készített egy digitális összefoglalót, ha úgy tetszik, a veteránokról, amit szintén bemutattunk, továbbá be fogjuk mutatni még Bulgáriába is, és remélhetőleg Magyarországon is megfelelő helyen, Kecskeméten, Budapesten, és ha igény van rá egyébként. Így legyen. Gondolom, hogy ennek a közös együtt gondolkodásnak és munkálkodásnak még nincs vége. Nagyon sok élményt kívánok önöknek, és hát nagyon jó egészséget a következő közös túrájukhoz. Köszönöm szépen. Akartam egy mondatot mondani, igazából, hogy ha nem lett volna anyagi segítség, akár a Kecskemét város, akár a szponzorok, akik a barátom kereste, akkor nem lett volna kiállításom, és nagyon-nagyon köszönöm, most személy ember akarok mondani, mondjuk Sivas László személyesen oda ment és dolgozott, nem csak nézett, hanem végig dolgozott, segített. És öröm volt az a kiállítást megcsinálni, mert az Kecskemét város, Magyarország és Bulgáriának, ez úgy érzem, hogy az a jövőben ez történelmi dolog és hasznos. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, és nagyon büszkék vagyunk önökre. Köszönjük.